Hazai fejlesztésű holografikus technológia forradalmasíthat számos tudományos és gazdasági területet. Aki velem van, az Lakatos Imre, a Holotech Hungary Kft. Szakmai igazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Üdvözlöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is! 1971-ben kapott Nobel-díjat a magyar tudós Gábor Dénes a holográfia feltalálásáért. Mikor beszélünk holográfiáról? Miről is van szó? Gábor Dénes ugye egy magyar származású, Nagy-Britániában dolgozó tudós fedezte fel 1947-ben a holográfiát. A holográfia tulajdonképpen nem más, mint az egyetlen ismert olyan képalkotási technológia, ahol valóban háromdimenziós kép előállítására vagyunk képesek. Ez ugye jelentősen különbözik azoktól a háromdimenziós technológiáktól, amelyek már rendkívül elterjedtek, ilyen például, hogy bejuthatunk egy moziba, és felveszünk egy szemüveget, és akkor három dimenzióban látjuk az előadást, a mozifilmet, vagy igen, hogy ma már AR vagy VR, tehát Augmented Reality vagy Virtual Reality szemüvegeket, illetve telefonokat, különböző eszközöket tudunk használni, és meg tudunk jeleníteni 3D hatású képeket. Talán ott van a legnagyobb különbség a hologram és minden más általunk ismert háromdimenziós technológia között, hogy ha beülünk egy ilyen előadással, hogy megnézünk egy 3D-s filmet, és fölveszünk egy ilyen szemüveget, és tegyük fel, ott van egy alma előttünk, akkor minden néző, aki a színházba helyet foglal, ugyanazt a képet látja az almáról. Mindegy, hogy bal oldaltól, vagy jobb oldaltól, elől, vagy hátul ül a nézőtéren, ugyanazt a képet látja, nem tudjuk körbejárni azt az almát. Holott, ha a valóságban lenne ott egy alma, akkor azt körbe tudnánk járni, megnézhetnénk a hátát, az elejét, a tetejét vagy az alját, és minden ember, aki helyet foglal a moziteremben, más képet látna. Na, a hologram pontosan erre képes. Úgy látjuk a tárgyat vagy a szemét, mint hogyha ténylegesen a valóságban is ott lenne, holott ez egy nem más, mint egy fényszobor, ami kiemelkedik ugye a síkból. Eddig hol tudták használni, mely területeken ezt a technológiát? Ugye Gábor Dénes ezt 1947-ben fedezte föl, de mégis azt mondhatjuk, hogy a holográfia nem tudott igazából kijönni az egyetemi laboratóriumokból, és nem vált a mindennapok általános részévé. A legtöbb ember nem látott még hologramot. Ebben körülbelül 20 évvel ezelőtt volt nagyon jelentős változás, alapvetően egy amerikai hadipari cég hozta létre elsőként egy olyan holografikus technológiát, amivel térképeket tudtak hologramként előállítani. És ebből a digitális technológiából fejlődhetett tovább számos alkalmazási terület. Ma már az legáltalánosabb vagy legígéretesebb alkalmazási területek, az elsőként azt gondolom, hogy a holografikus adattárolást érdemes megemlíteni, ugyanis az a tulajdonsága a hologramnak, hogy rendkívül nagy mennyiségű adat tárolására képes. Hogy ezt így érzékeltessem, mondjuk egy köbcentiméteres hologramon elférne talán a valaha nyomtatott összes könyv a világon. Tehát elképesztően nagy adattárolásra, nagy mennyiségű adattárolására alkalmas. Most ott tart nagyjából a technológia, hogy képesek vagyunk adatot írni, képesek vagyunk kiolvasni, de még nem tudunk törölni és újraírni. Ha ez is megoldható lesz, akkor ez forradalmasítani fogja a számítástechnikát, ezen belül az adattárolási kapacitást. Egyébként a Microsoft és Bill Gates rendkívül nagy befektetőként jelent meg egy ilyen fejlesztésben, és a Microsoft önmaga is fejleszt holografikus adattárolót. Teljesen egyértelmű, hogy ez lesz a jövő adattárolási megoldása. Emellett kiemelkedő felhasználási terület még a biztonságtechnika. Ugye itt a biztonságtechnika alatt a hamisítás elleni védelmet értem, vagy a márkavédelmet. Az egész világon ez az egyik legjelentősebb probléma. Elképesztő
kárt szenvednek az országok, az államok a hamisításból, legyen az a pénz hamisítása, vagy az útlevelek, személyigazolványok hamisítása, és ugyanekkor a kárt szenvednek azok a cégek, akik nem tudják megvédeni a termékeiket, és hamisítják. A legtöbb ilyen luxusmárka sajnos ilyen problémával szenvedik. Óriási összegekről beszélünk. Régóta keresi a világ azt a megoldást, hogy hogyan tudnánk megvédeni a hamisítás ellen. Legyen az pénz, legyen az egy márka, egy luxusmárka, de lehet az mondjuk egy személyigazolvány. Na ez az, amiben a Holotech jelentős áttörést tudott végrehajtani. Kifejlesztettünk egy olyan eljárást, amiben tudunk holografikusan képet készíteni egy emberről tökéletes minőségben, és ezeket a képeket megfelelő szoftveres feldolgozás után megfelelő technológiával kinyomtatjuk, elkészítjük, és ezt követően pedig ezeket a képeket integrálni tudjuk az útlevelekbe, személyigazolványokra. Most jelen pillanatban a világ egyik legnagyobb gyártójával közösen fogjuk kihozni az első ilyen termékeket, és remélhetőleg még idén bizonyos országoknál ezek bevezetésre is kerülnek. Az útlevelek és a személyigazolványoknál ugye megszemélyesített információról beszélünk, mindenkiről egy-egy önálló kép készül, és mi ebbe a képbe bele tudunk rejteni rendkívül sok kódolt információt. És ezzel, hogy a kép azonosítani lehet ugye a szemét, hiszen egy holografikus, tökéletes minőségű kép látható majd a személyigazolványon vagy az útlevélben, illetve azzal, hogy kifejezetten sok adatot, kódolt adatot tudunk beírni egy ilyen hologramba, gyakorlatilag a másolhatatlanság kérdését meg lehet oldani. Ha sikeresek leszünk, akkor ez a teljes hamisítási és márkavédelmi problémát képes lehet megoldani. Természetesen integrálni lehet ezt további védelmi eszközökkel, de ez lehet az alapja. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az egyik legnagyobb felhasználási terület, és itt már készek vagyunk arra, hogy tömeggyártást tudjunk indítani. Meg szabad kérdeznem, hogy ezeknek a látásához vagy elolvasásához is egy külön szerkezet kell ezeknek a képeknek? Nem. Nem, ez semmilyen szemüvegre, vagy telefonra, vagy sisakra nincs szükség, ezt a saját szemünkkel látjuk. Pontosan úgy, mintha mondjuk egy ilyen sci-fi filmben, ott már szinte alap kellék, hogy mindig hologramként jelennek meg, vagy tudják megjeleníteni azt a szemét, akivel beszélnek például. És az a helyzet, hogy erre tényleg képesek vagyunk, köszönhetően Gábor Dénesnek, tehát semmilyen eszközre nincs szükség ahhoz, hogy valóban holografikusan jelenítsünk meg egy képet. Melyik a harmadik terület? Ez az egészségügy. Itt a fejlesztések vége felé tartunk. Az egészségügyben ugye számos olyan eszköz használata általánosan elterjedt, amelyek képesek 3D-s képfelvételekre. Ilyenek például az ultrahang, a CT vagy az MRI berendezések. Az általuk készített nagyon sok képből képesek vagyunk háromdimenziós képet generálni. A probléma az, hogy nincs eszköz, amivel a 3D-s képet meg tudjuk jeleníteni. Tehát hiába tudunk három dimenzióba összerakni szoftveresen egy agyról készült felvételt, azt csak a monitoron tudjuk megjeleníteni, ami meg kétdimenziós. Itt látjuk a következő felhasználási területet, hiszen képesek vagyunk ezeket a háromdimenziós adatokat holografikus adattá transformálni, és ebből hologramot nyomtatni. Így módon a például komolyabb műtétek előtti diagnosztizációt, vagy magát az operációnak a megtervezését tudjuk segíteni. Kik dolgoznak együtt ezeken a területeken, hogy befejeződhessenek a kutatások? Alapvetően a Budapesti Műszaki Egyetem és a Miskolc Egyetemmel dolgozunk együtt partnerként. Kutatásfejlesztésnek a jelentős része itt zajlik, és vannak olyan speciális területek, ahol további szakértőket kell bevonnunk, ilyen például az egészségügy,
és akár magyar, akár külföldi partnereket kell még kiemelni, amikor tudjuk például a biztonságtechnikában, hogy egy útlevél és egy személyi igazolvány gyártásához képesek vagyunk ilyen holografikus kép előállítására, akkor általában olyan stratégiai partnerekkel dolgozunk együtt, akik a teljes terméket jogosultak elkészíteni, hiszen mondjuk egy útlevelet az adott országban csak egy cég készíthet. Úgyhogy alapvetően vagy egyetemek, vagy pedig stratégiai partnerek, akik segítik a munkánkat. Tetszett említeni, hogy a hamisítás elleni küzdelem, illetve az egészségügy területén már egészen előre haladtak a kutatásokban, de hogy a legnagyobb áttörés talán az adattárolás lehet, akkor ez egy világra szóló szenzáció lesz? Azt gondolom, hogy ha az üzlet mértékét nézzük, akkor a hamisítás elleni küzdelem az egész világon jóval nagyobb üzleti potenciált ad, mint a számítógépes adattárolási kapacitás. De hogy melyiket nevezzük nagyobb áttörésnek, a hamisítás elleni küzdelemben elérhető sikert, vagy az adattárolást, az igazából nézőpont kérdése, ha tisztán a piac nagyságát nézzük, akkor a hamisítás elleni küzdelem nagyobb piac. Mondja, sejtette Gábor Dénes, hogy a holográfiában még ennyi fajta lehetőség van, ennyi út van? Hát erre én sajnos nem tudok válaszolni. Az érdekes minden esetre, hogy ugye majdnem 30 év telt el a között, hogy Gábor Dénes ezt felfedezte, és a között, hogy Nobel-díjat kapott. És majdnem 50 év telt el a között, hogy felfedezte, és mondjuk a hadiparban először megjelent a felhasználási területe. Tehát nagyon sokáig ez a technológia kevésbé volt ismert, mint lehetőség a felhasználók számára. És azt is el tudom mondani még érdekességnek, hogy Gábor Dénes alapvetően, ha jól tudom, az elektromikroszkópoknak a felbontó képességét szerette volna javítani, és eközben fedezte fel a holográfiát, tehát az ő kutatási területe inkább az elektromikroszkóp felbontási képességének a javítása volt, nincsen, hogy a hologramot ilyen felhasználási területekre alkalmazza. Természetesen fantasztikus dolog lett volna visszamenni az időbe és megkérdezni, hogy ő látta előre, hogy ilyen jelentőségű felfedezést tett. Igazgató úr, lát még több lehetőséget is a holográfiában az említetteken kívül? Nagyon sok jelentős további alkalmazási terület van. Az egyik az azt gondolom, hogy az egy hagyományos marketing, csomagolás technikai, kereskedelmi felhasználás. Nagyon jelentős piaci potenciált látunk abban, hogy ahelyett, hogy kétdimenziós képeket, reklámtáblákat rakunk ki a falra, háromdimenziós hologramból készült képekkel tudjuk helyettesíteni, de ez egy kereskedelmi felhasználás, amiben még jelentőségét tekintve megközelítheti a biztonságtechnológia és a hadipar mellett az egészségügyi felhasználási potenciált, az talán a holografikus energia tárolás képessége, vagy a holográfia felhasználása a megújuló energia összegyűjtésében, fókuszálásában. Ez egy olyan új kutatási terület, amivel nemrég kezdtünk el foglalkozni, rendkívül ígéretes, és az eddigi tapasztalatok, prototípusok és fizikai modellek azt mutatják, hogy jelentősen, radikálisan növelhető a napelemek energiahatékonysága. Ez most olyan 23-25-27% körül van. Tehát egy napelem a ráeső fényből kinyert energiának csak a 23-25%-át képes hasznosítani. Tehát ha itt jelentősen tudnánk növelni az energiafelhasználási hatékonyságot, az radikálisan megváltoztatná meg ugye energiafelhasználásának a megtérülését, és ezáltal az árát ugye ezeknek a napelemeknek. Tehát ez az a kutatási terület, amire most még jelentősen fókuszálunk itt, majd azt gondolom, hogy egy-két év múlva tudunk igaz eredményekről beszámolni. Hát én az eddigiekhez is szívből gratulálok, várjuk a további eredményeket önöktől, a holografikus eljárásokról és az új lehetőségekről beszélgettünk a Holotech Hungary Kft. Szakmai igazgatójával, Lakatos Imrével. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Én is köszönöm, minden jót kívánok, viszont hallásra.